Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét boldog percek itt a Max Rádióban. A szakértőnk itt van a vonalban a Valdorart képviseletében, Dologi Andrea. Szia, Andi! Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat! Hát még mindig van hallgatói kérdésünk, úgyhogy ezzel megyünk tovább. A következő kérdése, amit egy hallgató tett föl, hogy mi az előnye az online rajztanfolyamnak, és akkor egyből jöhet is a következő kérdés egyben, hogy miben rejlik az online tanfolyam lényege. Szóval mi a lényege, és mi az előnye? Több tantermi tanfolyamra el kell jönni ahhoz, hogy valaki ugyanazt megtanulja, ami az online-ban benne van. Tehát, hogy lényegesen több információt, tudásanyagot tudtunk összesűríteni az online tananyagokban, mint egyetlen egy személyes tanfolyamban. Előnye még az, hogy nem csak elmondjuk a feladatokat, hanem előtted meg is rajzoljuk, meg is fessük ezeket a tananyagokat vagy képeket. Igazából ugyanazt kapod, mint ha eljönnél egy tantermi tanfolyamra. A filmek mellett találsz letölthető anyagokat, a saját időbeosztásod alapján tudsz tanulni, igazából ott, ahol akar, mert hogy nem kell hozzánk eljönni, otthon is tanulhat, nyaralás közben is tanulhat, igazából internet kapcsolat kell hozzá, semmi más. Értem, tehát a lényeg az, hogy azért sokkal szabadabban mozoghatunk akkor, hogyha egy online tanfolyamot választunk. Oké. Okay. Következő kérdés még mindig az online rajztanfolyam, hogy hogyan is működik egy ilyen online rajztanfolyam? Honlapunkról lehet nézni ezeket a filmeket, tehát hogy nem ilyen levélküldő sorozatról van szó, hogy rendszeresen küldünk e-maileket, hanem arról van szó, hogy mi készítettünk videós tananyagokat, és ezeket a filmeket, videókat feltöltöttük a honlapunkra. A honlapunkról lehet nézni egy felhasználóval és zsákóval védett felületről. A filmekhez tartoznak letölthető anyagok, ezeket otthon le lehet tölteni, ki lehet nyomtatni, és akkor ezek alapján lehet rajzolni. A filmeket igazából 0-tól 24 óráig lehet nézni. Több évre kapja valaki a jogosultságot, tehát igazából majdnem, hogy korlátlan a megtekintési ideje ezeknek a filmeknek. Tehát egyszer mondjuk valaki kifizet egy online rajztanfolyamot, és több éven keresztül használhatja? Igen. A minimum évet a 3 év, de vannak olyan anyagok, ami nagyobbak, ami akár 5 vagy akár 10 éves jogosultság. Ez igen, nem semmi. Na, a következő kérdés. Ki számít kezdőnek, haladónak, és ki a profi? Kezdőnek azokat hívjuk, akik még nem tudnak valósághűen rajzolni. Haladóknak hívjuk azokat, akik már elvégezték az alaptanfolyamot, ismerik azt a látásmódot, ami ahhoz kell, hogy élethűen tudjon valaki rajzolni. És profinak hívjuk azokat, akik már legalább kétfajta színes technikát tudtak elsajátítani. Az egyik ez a pasztelkép, a másik ez a festés, és nyilván tudnak rajzolni. Mert hogy erre a három dologra, tehát azt, hogy valaki tud rajzolni, ismeri a pasztelkét, ezekre még vannak külő tanfolyamaink, mint például a vegyes technikát tanfolyam, ahol festést és pasztelkét is használunk együtt, vagy ezeknek az embereknek szól az is, amikor már valaki élőből tud rajzolni. Uh-huh. Nekik van már meg az a gyakorlatuk, hogy ilyen feladatokat is lehet nekik adni. Oké, tehát én vagyok a kezdő, aki pálcika. Igen. És akkor egy-két kollégám, kolléganőm a haladó, akik már elvégeztek egyébként ilyen tanfolyamot, és akkor a profit meg úgy hívják, hogy Dologi Andrea. Nem, nagyon sok tanítványunk, aki már profi kategóriában vagy tartozik, és mondom azt, hogy legalább tudja rajzolni, és legalább képzeket a színes technikát ismerjen. Nálunk egy hívjuk profinak. Persze, csak ezt nem hagyhattam ki, tudod. Persze, okay. Na szóval, ki számít gyereknek és felnőttnek? Nálunk 14 éves a korhatár, 14 éves korig gyereknek számít, és 14 éves kor felett felnőttnek. Értem.
kivéve az örök gyerekek, ugye, mint mi? Igen. Igen, ez mondjuk egy 14 éves kor felett jöhetnek a gyerekek felnőtteknek szóló tanfolyamra is, úgy önállóan, hogy nem kell nekik kísérőt, tehát egy 14 éves korosztól önállóan felnőtt tanfolyamra is jöhetnek. Valamelyik adásban beszélgettünk Andival, a rádió hallgatóknak mondom, a gyerekekről, szülőkről, és itt egy érdekes kérdés merült fel az egyik hallgatónak, hogy ha a szülő együtt jön a gyermekével, akkor melyik tanfolyamot javasolják? Akkor mi a felnőttet szoktuk javasolni, hogy felnőtt tanfolyamra jöjjenek, ennek az az egy oka, hogy gyerek tanfolyamra nem szoktunk felnőttet beültetni. A felnőtt tanfolyamra jön a gyerkőt, akkor úgy szoktuk csinálni, hogy differenciáljuk a tematikát. Igazából felnőttnek és gyereknek is ugyanazt kell megtanulnia, ugyanazt a látásmódot, csak más feladatokon keresztül. És egy felnőtt egy felnőtt esetleg feladatot, a gyerkőt meg egy korához megfelelően inkább szórakoztató feladatokat, mint a felnőttek. Értem. Alapvetően felnőtt tanfolyamra jöjjön, csak más feladatokat fognak kapni a gyerekek, mint a felnőttek. Oké. Na, a következő kérdések azok ilyen táboros kérdések lesznek. Az első az így hangzik, hogy ha a szülő együtt jön a gyermekével, bocsánat, mit lehet tudni az ötnapos rajz és jóga táborról? Ez az ötnapos rajz és jóga tábor nekünk egy évben egyszer kerül megrendezésre. Ez mindig szűköskor van Balatonföldváron, egy panzióban. Úgy szokott zajlani, hogy napközben rajzolunk, ez ilyen 10-től 6-ig terjedő időszakban rajzolunk, és reggel este vannak ilyen másfél órás jogaórák, reggel ilyen frissítő hatha jogaórák vannak, este pedig ilyen ellazulós lúna jogaórák vannak. Tehát igazából egész nap foglalkoztatva vannak az emberek, teljesen ki lehet őket venni a hétköznapokból. Garantáltan nem tudsz másra gondolni, csak az, ami a táborban van. Mert hogy annyira folyamatosan reggel 7-től este 10-ig vannak foglalkozások. Azt szoktuk mondani, hogy a rajz az kötelező, hogyha valaki meg szeretne tanulni a végére, a tábor végére valósági elrajzolni. A jóga órák azok meg fakultatívak, tehát hogyha valakinek van kedve, akkor jön, ha valakinek nincs, akkor nem. Ha valaki balatonozni szeretne, akkor balatonozni. Ez rugalmasan kezeljük. Oké. Na, helyileg hol van ez a tábor? Ez a következő kérdés, tehát Balatonföldvár. Igen. És mit fognak a résztvevők ott megtanulni? Ez volt a következő. Ugye akkor van, hát idézőjelben kötelező része, de hát gondolom, hogy az sem kötelező, és van a fakultatív. Így van. Úgymond a kötelező része az a rajzolásról szól, tehát hogyha valaki azért jön a táborba, hogy ő megtanuljon valóságűen rajzolni, akkor azt ugyanúgy megtanulhatja ott, mint hogy eljön egy budapesti tanfolyamra. A Balatonföldváron, mivel ez egy több napos tábor, ott több idő van ezt megtanulni, és mivel ott vagyunk a Balatonparton, akkor tudunk a Balatonparton is rajzolni, tehát van olyan feladat, amikor a Balatont és a partját rajzoljuk. Van kinti rajzolás, és amit így budapesti tantermi tanfolyamban nem szoktunk beletenni. Igen, ezt gondolom azért szokták élvezni a... Persze, ezt szokták várni a legjobban, hogy mikor ez az. Hát igen. Mondjuk a pünköskor van, és szerencsés a dolog, mert volt már olyan, akkor akár fürödni is simán lehet. Persze, igen. Meg okay. A panziónak, ahol szoktunk lenni, van egy gyönyörű terasza, ilyen óriási terasz, ahol reggel szoktunk jogázni, és a terasz pont olyan tájolású, hogy a reggeli napfelkeltét látjuk onnan. És úgy csinálni egy reggeli jóga napüdvözletet, hogy éppen kell fel a nap, az egy szerintem óriási élmény. Az biztos. Minden évben egyébként gondolom, hogy te is ott vagy ezen a tanfolyamon. Persze, igen. És akkor minden oktatsz, akkor... Minden. Aha. Igen, ezt ketten csináljuk mindig a Péterrel. Itt mindig mind a ketten vagyunk. De jó, akkor nektek is egy kis kikapcsolódás is egyben, ugye? Kikapcsolódás és munka is, igen. Az a legjobb, mind nekem a rádiózás, kikapcsolódás és munka is egyben. Ja. No, legközelebb megyünk tovább, még van néhány kérdés, arról fogunk beszélgetni. Kedves Max Rádió hallgatók, az elmúlt percekben a jobb agyféltekés rajztanfolyam kapcsán szakértőnket, a Valdorat képviseletében Dologi Andreát hallottátok. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk. Én is köszönöm, szervusz! Szia!
ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdor Art. www.valdorart.hu